Nap mint nap elmegyünk a 48-as emlékmű és az a fölötti kis temető mellett, és ennek ellenére oly keveset tudunk róla, pedig vele élünk nagyon régóta. A 19. század elején a pentelei birtokos nemesek a kúriái közelében egy dombot jelöltek ki, ahol elhunyt hozzátartozóikat elhantolhatják. Később a község polgárai, majd a földművesek is itt kerestek családjuk számára temetkezési helyet, és lassan az egész temető így alakult ki. Itt van a hajdani hírneves pentelei tudós nemes Rosti Pál sírja is. A kis temető viszonylag nagy területen fekszik, és rendbetétele nem kis feladat. A héten folytatódott a terület megújítása. Rosti Pál iskolának a tanulói jöttek nekünk segíteni, itt a kis temetőbe elkezdtük a takarítást, amit ugye már többször megtettünk, de most próbálunk egy nagyobb erőt bevetni, nem csak a diákokat, hanem akkor a DVG, a GESZ munkatársa is jönnek. Ígéret szerint Pálhamáról majd elítéltek is érkeznek, és ők is fognak tudni segíteni. Szeretnénk tényleg kitakarítani a teljes kis temetőt, azokat a fákat, ágakat kivágni, kiszedni, amik csak rontják a sírokat, és egy általános rendet szeretnénk. Idén lesz 150 éve, hogy Barkóczi Rosti Pál elhunyt, védett sírhelye a kis temetőben található. A rosti iskolások nem csak most, de most is kiveszik a részüket névadójuk sírjának ápolásában. Hétfőn délelőtt szó nélkül és aktívan dolgozott a 11. A osztály. Itt található a kis temetőben ugye iskolánk névadójának a sírja. Ezt mi évente kétszer szoktuk, egyszer ősszel, egyszer tavasszal rendetenni magát a sírt, illetve a környékét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ápoljuk a hagyományokat, ne csak a jövőre tekintsünk előre, hanem visszafelé is. Ezért is szeretnénk, hogy rendezett legyen itt a sír környéke mindig. Most idén kaptunk egy kis városi segítséget is, nem csak nekünk kell a lehető legtöbbet kihozni magunkból, hanem szépen rendezett lesz a sír végre. A héten folytatódik a kistemető rendbetétele, más szervezetek is bekapcsolódnak a munkálatokba.